Ezen a szakaszon indultak sétálni kutya és gazdája, mindennapos útvonal volt ez a bükk sétányi rész nekik. Ezúttal egy kis figyelmetlenség és a burkolat nélküli kandelláber okozott bajt. A kutya elszaladt gazdájától a sötétben, szinte azonnal halálos áramütést kapott, már hiába kért segítséget gazdája. Ma reggel a szokásos útvonalon jöttem a kiskutyámmal sétálni, és ez az útvonal az. És hát már korábban is láttam, hogy ennél az oszlopnál, ami most látszik, hogy már megvan csinálva a fedéllap, de az nem volt meg, és szabadon voltak a drótok. Én igyekeztem mindig innen elhúzni a kutyát. Most annyi történt, hogy véletlenül nem odafigyeltem, és közel ment hozzá, megcsapta az áram, és csak azt láttam, hogy fekszik. A probléma túlmutat a történteken, a környéken ugyanis sok kisgyermekes család él, akiknek szintén rendre errefelé visz az útjuk. Az állatotért szerencsétlenséget követően egyébként úgy tudjuk, az EMAS szakemberei felszereltek egy új borítást az oszlopra.